mert a hétvégén Magyarországra érkezik a világ egyik leghíresebb orvos professzora, Paul Keaton. Az ő munkásságáról talán önmagában egy egész órás prezentációt lehetne tartani, de nekem vannak róla személyes élményeim, és nektek el fogom mesélni. Paul Keaton professzor nélkül nem lenne a táplálkozás tudomány, és nem tudnánk azt, hogy a különböző táplálkozási módszerek, vagy megoldások, vagy szokások hogyan hatnak a pszichénkre, hogyan hatnak a gondolkodásunkra, hogyan hatnak az egészségünkre. Ugye a B-típusú táplálkozási hiány, vagy alul táplálság, az azt akarja, tápanyag, mikrotápanyag tartalomban, enzimekben sajnos éhezik a testünk, annak ellenére, hogy mennyiségben sokat beviszünk. Ennek rengeteg oka van. Egyik fő oka ugye a mai modern kemikáliákkal társított mezőgazdaság, amely mindenképpen a tömegfogyasztásra szánt dolgokat hozza létre, de minőségben messze elmarad. Hát csak gondoljunk bele, az én korosztályom még tanult annak idején vetésforgóról, a föld pihentetéséről, ma már ilyenről szó sincsen. A földeket kizsigereljük, és általában sajnos műtrágyával terveztünk. Illetve a másik, ami izgalmas, hogy a Paul Keaton professzor kidolgozott olyan táplálkozástudományi programokat, amelyek képesek arra, hogy a kialakuló krónikus progresszív kórképeinket, tehát daganatokat, vérnyomásemelkedést, inzulin problémákat, elbutulást, álcemetikusú kórképeket meg tudja állítani, és esetlegesen vissza is tudja fordítani. Ez azért fontos, mert ezekre a kórképekre jelenleg nincs gyógyszer. Tudom, nagyon sokan nagyon sok gyógyszert szedtek, sok mindenre, vérnyomásra, vércukorra, koleszterinre, fizületi fájdalmakra, és sok minden pajzsmirigy hormonpótlásra, de ezek nem oki megoldások, ezek nem arra szolgálnak, hogy te meggyógyuljál, hanem csak arra, hogy téged egy stabil állapotba tartsanak. És az én hitem az, hogy egy orvosnak kutya kötelessége téged meggyógyítani. Hát hoztam egy képet nektek a nem olyan rég múltból, ez egy 8-9 éves fotó, és látszik, hogy itt a Paul-lal együtt vagyunk egy fogadáson. Ebben az a bosszantó, hogy a Paul Keaton professzor semmit se öregedett, én viszont akkor még kölökképű fiatal srác voltam, és látjátok már, megérett korba léptem. Nem tudom, Paul hogy csinálja, hogy nem öregszik. Én igen, tehát majd jön hozzánk hétvégén, el kell, hogy beszélgessek vele, hogy mégis mi az ő titka, hogy pont olyan fit, mint 10 évvel korábban. Ez egy orvosi fogalom, ami azt jelenti, hogy egy orvos csak olyan eljárást, vagy készítményt, vagy elgondolást alkalmazhat, amire van hiteles szakmai bizonyíték. Ma már orvosnak a saját tapasztalata, a saját véleménye az nem igazán megbízhatónak számít. Ennek ellenére azt mondta a Paul, hogy törekednünk kell arra, hogy a saját dolgainkkal, a gyógynövényekkel, vagy gyógytápszerekkel, vagy funkcionális élelmiszerekkel végezzünk olyan klinikai vizsgálatokat, amelyek képesek arra, hogy meggyőzzék az orvosi társadalmat arról, hogy nem csak a gyógyszerek léteznek. És én ebben az elvben szeretnék most nektek néhány dolgot megmutatni. Ide összeválogattam pár olyan klinikai vizsgálatot, amelyek nagyon-nagyon hiteles forma jelentek meg. Az első ilyen például az összefüggések. A kiírást látjátok, hogy kiderült, hogy aki depressziós, azok között sokkal több a bélbetegség, az irritábilis bélszindróma, később a Crohn-szindrómák, vagy a vastagpéj fekély, colitis ulcerosa, és én mindig, amikor egy cikket leírok, látjátok felül, ott lehet olvasni azt a klinikai originális studit, ahol ez megjelent, és alatta mindig kifejtettem ezt egy picit bővebben, hogy aki nem orvos, az tudjon ebbe tájékozódni. Nem csak a bélrendszer és a depresszió között volt összefüggés, hanem találtunk az alvászavar és az elbutulás közötti összefüggéseket. Ugye az elbutulás, az Alzheimer típusú kórképek azért nagyon borzasztóak, mert lassan már a világ, fejlett világban járványszerűen terjednek. Tehát nem fertőzőek, de olyan léptékben az elbutulás előttébe került, mert már fiatal felnőtt korban is, 40 éves kor felett, mintha ez járvány volna. És látjátok, hogy például találtak összefüggés az alvászavar
és az elbutulás között, és sajnos a fejlett világban a 64-nél felettél idősebb korosztályban több mint a fele alvás problémáról számolt be. Az elhízás és a diabétesz között egyértelmű összefüggés van. Hogy amikor valaki elhízik, főleg a hasi tájékon, és a zsírsejtek megtelnek zsírral, megfeszülnek a faluk, akkor egészen rejtélyes módon, de igazolt módon a zsírsejteknek egy funkcióváltáson esnek át, és már nem csak raktároznak, hanem magukból elkezdenek termelni egy gyulladást kiváltó anyagot. Először látjátok, 1993-ban írták le. Tehát tudjuk már, számoljunk, 20x éve, és mégis ebben a dologban nem volt erről a lépés. Elmondom, hogy miért nem különben, hiszen ma a gyulladásról fogunk beszélni. A gyógyszeripar a gyulladástól fél, mint a tűztől. El is mondom, hogy miért. Ugye vannak most is kapott a gyulladás csökkentő megoldások, egyik a szteroidok, talán mindenki ismeri, tudjuk, jó gyulladás csökkentő, de nagyon komoly mellékhatás rendszerük van. És vannak a non-szteroid gyulladás csökkentő tabletták, és itt kétfajta enzimet gátolnak, a COX-1 és COX-2-t. A COX-1 enzimgátlók, amit most is lehet kapni a patikában, a Voltaren, a Kataflám és a társai, amelyeket lehet kapni akár fájdalomcsillapítóként is. Ezek úgy nagyjából hatnak, ez nem vitás, de nagyon komoly mellékhatás profiljuk van, főleg azoknál az embereknél, akik ezt napi rendszerességgel alkalmazzák mondjuk egy izületi fájdalomra, idősödő korban. És a COX-2 gátlókat 10x-néhány éve hozták be a világba. Itt le is fogom írni nektek azt a gyógyszeret, hogy meg kell, hogy nézzetek az interneten, mert egy világbotránya volt a Vioxx, hiszen ez egy nagyon nagy dírrel-dúrral bejelvezetett gyulladáscsökkentő tabletta volt, akkor Európában milliói szkálában volt egy hatalmas ilyen lunch meeting, ahol aztán ez most egy nagyon jó gyógyszer lesz, és minden gyulladást megold, és nincs mellékhatása, és képzeljétek el, hogy csak Amerikában 40 ezeren haltak meg a Vioxx miatt. 40 ezeren haltak meg a Vioxx miatt. Kb. 100 ezer beteg volt, agyvérzés és hirtelen szívmegállás, és a gyártó cég, a Merck, sosem ismerte el a felelősségét, de kifizettek közel 3 milliárd dollár kártérítést. Ha egy betegség hátterében gyulladás húzódik meg, inkább nem nyúlunk hozzá, inkább fogjuk kezelni a tüneteket, fájdalomcsillapítókkal, vagy más megoldásokkal, de ez egy olyan terület ma, amit egy gyógyszeripar sem fog bevállalni, hogy ebben ő meg fog nyilvánulni. Jó, menjünk tovább. Másik összefüggés az alvászavar, és egyéb betegségek között, ott a diabétesz, ott a vérnyomás, az infarktus, ez mind-mind együtt áll alvászavarral, és ugye a kérdés föltehetjük nagy kérdőjel formájában, hogy miért is, de ezt meg fogjuk beszélni. Magyarországon közel 1 millió alvászavarban lévő ember van, nagyban befolyásolja az élet kilátásait és életminőségét. Ez egy másik olyan terület, amit már leírtak klinikai vizsgálatokkal, de valahogy mégis nem ment át a köztudatba, a fogíny, a fogágy gyulladások. Egyértelmű összefüggést találtak kutatók, a fogak állapota, a fogíny gyulladás mértéke, mélysége és a cukorbetegség között. Nyilván összefüggés megint megvan, ha van egy tartós gyulladás a fogíjben, a fog környékén, akkor nyilván a gyulladási faktorok ki fogják váltani később magát a diabéteszt is, de ugyan összefüggés van a fogénygyulladás és a agyi vérkeringésben levő baktérium, illetve citokin mennyiség között, tehát egyértelmű a elbutulás, van egy tartósan fennálló fogíny vagy fogágy gyulladás. Talán másik izgalmas terület, amire kevesebbet foglalkozunk, a rák és az elhízás összefüggése. Az a baj az elhízással, hogy bocsánat, de normális. Tehát a mai életvitelünk nem arról szól, hogy naponta 1 órát sportoljak, nem arról szól, hogy jól táplálkozzak, mert hát hogyan rohanunk a munkahelyre, ottig, 6-ig, 7-ig ott dolgozunk, legtöbb orvosnak 2-3 munkája van, ügyel, magánrendelése van, akkor mikor mozogjon, és hogy eszünk táplálékot, ez a B-típusú éhezés, hogy sokat eszünk mennyiségben és szénhidrátban, de sajnos tápanyagban borzasztó keveset. Az elhízás szinte normális, ami szólva, hogy a stressz önmagában elhízást okoz,
Tehát nagyon nehéz súlyunkat tartani, és látjátok a kiírásokból és a leírásból, hogy a májrák és a leírás között nagyon direkt összefüggés van, és már fontosabb lassan, mint a hepatitis infekció. Nagyon jó gondolat, hogy holnaptól tessenek kevesebbet idegeskedni, de hát ez könnyű mondani, és nagyon nehéz megcsinálni. Csak üljünk be a kocsinkba reggelente, menjünk 600 métert, és már ott a stressz. Látjátok a kiírásból, nem akarom felolvasni, hogy sajnos a stressz az nagyon sok rák típusban egyértelműen okozza a problémákat, de mint a kérdésem az, hogy hogyan. A legalapvetőbb az érszűkület és a gyulladások összefüggése. Tényleg tudjuk már 20 éve, hogy érszűkület hátterében ott van a gyulladás. Ennek egyik provokáló tényezője a diabétesz. Innentől kezdve talán nem csodálkozunk azon, hogy minden második magyar honfitársunk az lényegében szívbetegségben vagy agyvérzésben hal meg. Úgy átnéztünk néhány betegséget összefüggés oldalról, hogy a Paul Clayton professzor kérte, néztünk hozzá néhány bizonyítékot, klinikai, komoly klinikai vizsgálatokat, és ezeket a kórképeket találtuk összefüggésben, a depressziót, alvázavart, bélgyulladásokat, diabéteszt, fogályproblémákat, pikkelsömöt, elbutulást, daganatok, stressz, elhízás és izületi gyulladások, és persze ezek összefüggnek egy komoly alapban központi szerepű a sejtekben megbújó gyulladás. És most arra kérek mindenkit, hogy aki még először hallgat engem, az gondolja végig, hogy ez nem az a fogfájás gyulladás, ez nem a begyulladt a körmöm és fáj és lüktetés és kínzó fájdalommal jár, hogy a foggyulladás akkor a fél arcon feldagad. A sejtekben a gyulladás egy nagyon lappangó folyamat, úgy hívjuk, hogy larvárt gyulladás orvosilag, és ezek egy ilyen csöndes, panaszokat nem okozó, nem látványos történet, amit nem is tudunk addig észrevenni, ameddig ki nem alakul a fenti kórképek közül bármelyik is. És ez benne a szörnyű, az olyan, mint az elhízás. Ha valaki mondjuk naponta hízik 10 dekát, vagy csak napi 5 dekát, az mondjuk parizelből sem sok, nem fogjuk észrevenni, de egy év után ennek hatása 10 kilóval nehezebb lesz. De úgy kell fel a holnap reggel valaki, hogy 10 kilóval nehezebb, azonnal rohanna az orvoshoz. Na, ilyen a sejtszintű gyulladás, hogy mivel nincs azonnali panasz, nincs tünet, ezért sajnos nem megyünk orvoshoz, vagy talán hiába is mennénk ebben a történettel, mert egy vérnyomást, egy diabéteszt nem kezelnek okilag, hanem csak gyógyszerekkel állapotokat tartunk fönt. De ez, mondjuk egyszer mondom, nem a kollégák hibája, nem erre vagyunk kiképezve. És a képen láttok, a zöld színű kép, az egy fehér vérsejt, amely immunrendszerünknek az alapköve. Ugye kétfajta immunrendszerre rendelkezünk. Az egyik immunrendszerünk, amik velünk születik, csak időt nézek közben, köszönöm szépen, az egyik immunrendszerünk, amik velünk született immunrendszer, ezek a fehérvérsejtjeink, a farósejtek, az őrsejtek, amik azt, amit teszik, mint a képen lehet látni, meglát egy ilyen, most színesen ki van színezve egy baktérium, meglátja, érzékeli, oda megy, rátapad, és magába kibocsájt egy gyulladás kiváltó anyagot, és ezzel megöli a kórokozót. A másik immunrendszerünk az egy kicsit bonyolultabb, egy fejlődő immunrendszer, ahol nem születünk készen, hanem az évek során kialakul bennünk, ilyenek a védőoltások. Jön egy kanyaró, védőoltás, megkapom, az immunrendszer érzékeli a kanyarónak a felszíni antigénjeit, elraktározza a memóriába, már eleve megint elkészíti az ellenanyagot, és ha jön egy valódi kanyaró fertőzés, akkor azon nyomon tud reagálni. A két immunrendszer bennünk együtt egyensúlyban dolgozik. De mi a probléma? Az a problémánk, hogy a velünk született immunrendszer nem képes alkalmazkodni. Színes baktérium milyen baktérium, nem tudja, de azt tudja, hogy saját vagy idegen anyag, barát vagy ellenség. Ez olyan, mint a bikának a vörös posztó. A bikát pont nem fogja érdekelni, hogy ki áll a vörös posztó mögött. Melyik matador vagy melyik torrádor, aki le akarja döfni. Csak azt tudja, hogy ellenség. Na, ilyen az immunrendszerünk is. Nem tesz más, csak lát egy felszíni mintát, egy provokációs tényezőt, és elkezd dolgozni. Hogyan kezd el dolgozni? Magából kibocsájt
egy gyulladást kiváltó anyagot. De a baj az, hogy a mai világban már közhigiénia van, ugye csatornázás van, higiéniás alapállapotok vannak, szoktam mondogatni, hogy ma az én konyhám valószínűleg tisztább, mint 50 évvel korábban egy műtő volt. És nincsenek komoly fertőzések, tehát kvázi nem tesszük ki nagy ingernek az immunrendszerünket. A másik funkciója a velünk született sejtes immunitásnak a gyulladások, a sebgyógyulások. Ahhoz, hogy a seb begyógyuljon, ott a sebszélen gyulladásnak kell kialakulni. De ma már nem űzünk olyan fizikai munkát, mint korábban, nincsenek, nem vadászunk, nincsenek olyan sérüléseink, nem harapdálnak minket a vadállatok, tehát ezügyben is az immunrendszer egyfajta tétlenségre van kárhoztatva. De sajnos ezek helyett a mai modern kornak a vívmányai fognak minket provokálni, a bélrendszerünk megváltozott összetétele, már a baktériumflórát tekintve, a stressz, mint nagyon komoly provokáló faktor, az elhízás, beszéltünk erről korábban, a mozgásszegény életmód, és ezek mind-mind nagyon jól leírt biológiai módszerekkel sajnos egy vörös posztóként fognak megjelenni a fejvérsejtjeink előtt. Így bár nincs ott kórokozó, de egy kapcsoló be fog kapcsolni, az a fekete szűnök is kapcsoló a grafikus ábrában, és elkezd majd termelni ilyen gyulladás kiváltó anyagot. Ugye ez eredetileg csak a sejt környezetében dolgozna, ahol ugye hozzá tapad a kórokozóhoz. De ha nincs ott kórokozó, akkor ez egy csöpögő csap jelleggel egész úgymond létében a fejvérsejt fogja termelni ezt a gyulladás kiváltó anyagot. Be fog kerülni a véráramba, és a véren keresztül el fog jutni minden egyes sejtünkig. Minden egyes sejtünkig. És sajnos kétfajta szövettípus borrasztóan érzékeny. Egyik a máj, ugye a májráknál beszéltünk már erről, a másik pedig az ereket, az artériákat bérelő bárhártya, az endotél, amely védeni az erek belső felszínét, na azok erre pont érzékenyek, és akkor ilyentől nem kérdés, hogy miért van az, hogy minden második honfitársunk szívbetegségben vagy agyvérzésben hal meg. Akkor mi a teendő, és itt most itt vagyunk a jelenben. Eddig arról beszéltünk, hogy mi volt a múlt, illetve mi az a kor folyamat, amely miatt gyulladtak vagyunk, ami miatt kialakulnak a korképeink. Láttuk, mik az összefüggések, akkor oké, de mi a teendő? Az első lépés, hogy fel kell ismerni, mi a probléma. És azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ma az orvosi labor, amire elküldenek minket, ami persze nagyon helyes és nagyon jó, az nem megelőzés, az nem prevenció. Ha az én véremben találok egy gyulladásos markert, egy C-reaktív protein növekedés, vagy egy vérsüllyedés növekedést, akkor oké, korán felfedeztünk egy gyulladást, de már kialakult bennem. Tehát nem előztük meg a problémát, csak korán felismertük, és nyilván van ennek jelentősége, de mennyivel jobb lenne egy olyan megoldás, amikor még nem vagyok beteg, még nem alakul ki korkép, de elindult a sejtjénbe egy rossz folyamat, egyfajta gyulladás, egyensúly megbomlás, milyen akkor ezt felfedezni? És a balance test pont erre való. Ezzel a teszttel látjátok, a vörösvérsejtnek a sejt hártyájából tud meghatározni 11 fajta zsírsavat. Telítetlen, telített zsír, omega 3, omega 6, omega 9 és a társai. Talán ezt már mindenki ismeri, azért tegyük ezt is tisztába egy percben, jó? Én azt fontosnak érzem. A telített zsírok, mint a kacsazsír, a sertészsír, a kókuszolaj vagy kókuszsír, erről lehet megismerni őket, ha kirakom a pultra a konyhában, akkor is meg van dermedve, nem fog szétfolyni. Míg a szobahőn folyékony zsírok, egy olívaolaj vagy egy omegazsírsav, azok folyékony állapotban vannak. Nyilván más a köztük a tulajdonság is. Én nem hiszem, gyerekkoromban volt tanyánk, mindig mondani utáltam, mert mindig dolgozni kellett a minden hétvégén, de ott volt kacsa, volt libe, volt sertés, és volt lisztszovágás is, és emlékszem, nevettük a sertészsírt, egy nagy ilyen kék bödönbe tettük bele, és egész évből abból táplálkoztunk. Ma az elállt, az stabil volt, de egy telítetlen zsír, még egy olívaolaj, már eleve ilyen sötét színű üvegben érkezik, mert érzékeny még a fényre is, az nem fog ráállni csak pár hónapon keresztül. Ha nagyon szigorúak lennénk magunkhoz, akkor olívaolajat mindig be kell rakni a hűtőszekrénybe, hogy ne romoljon meg, ne avasodjon, ne oxidálódjon. A gond abban rejlik, hogy ezek a zsírsavakat föl kell, hogy vegyük. Tehát ezt nem tudjuk megtermelni testünkben,
hanem amit fölveszünk a táplálékkal, abból tudunk garázdálkodni, abból tudunk építkezni. Ergo, ha nem veszek föl fontos zsírsavakat, akkor nem lesznek bennem, ha nincsenek bennem, akkor nem építik fel a sejthártyát, és innentől kezdve elkezdődnek a problémák, így ki fog alakulni egy komoly gyulladás. Szóval a teszt, egy vérteszt, aminek az a különlegessége, hogy új begyből lehet vért venni, sosem szabad itt középen megszúrni új véget, mert a tapintó idegeink újnak a közepén végén vannak, és ezek nagyon fájnak, ha megszúrjuk. Ha oldalt szúrja az ujját valaki, akár egy vércukormérés miatt, akár egy ilyen zsírsavmérés miatt, oldal sosem fáj az új begyből vett vérvétel. Tehát egy praktikus tanács, és ez a Vitas labor, hogy látjátok a képen, egy Norvégiában működő nagyon high-tech laboratórium. Náluk 42-en dolgoznak. 20 ember és 22 robot. Most ők azt találták föl, találták ki, hogy nem kell vénást vért venni, hanem az újbéből felvett vérből képesek nagyon sokfajta paramétert meghatározni, többek között ugye a mi általunk megkért 11 fajta zsírsav mérést. Ennek komoly preventív jelentősége van, 111 darab korábbi cikknek a áttanulmányozása, és a kutatók arra keresték a választ, hogy ha az omega 6-3 zsírsav arány milyen adott korképekben, és ez meg tud változni, vagy meg tudjuk változtatni, adott korképben milyen változás fog létrejönni. Melyik a fontosabb, az omega 6, omega 3, és a jó válasz, hogy mind a kettő borzasztóan fontos, mind a kettő kell nekünk, csak a kettő aránya egyáltalán nem mindegy. Omega 6-ot azt nagyon-nagyon fölvesszük. A mai modern táplálkozásunkban a napraforgóolajjal, abalós sütéssel, főzéssel, a szójaolajjal, kukoricá alapú élelmiszerekkel, amiket mi is megeszünk, amit takarmányban megkapnak az állatok, a csirkék, a sertés, a kacsa és minden más, a halak tenyésztés formájában, sajnos nagyon-nagyon bőségesen kapunk omega 6-ot, és ma már nagyon nehéz olyan diétát választani, ami omega 6 zsírsavban szegény. És ha fontos arány, akkor sajnos emellé fel kéne emelnünk az omega 3 bevitelt is, de hát hogyan? Mert hát ugye igazi omega 3 forrás, a legjobb lenne az a zsíros, frissen fogott tengeri hal, csak kérdezi Magyarországon, mennyien eszünk napi szinten frissen fogott zsíros tengeri halat. És persze omega 3 van növényekben is, lemmagban, különböző gyomnövényekben, vagy éppen a dióban, csak abból meg kellene egy naponta fél kilónyit, hogy legyen igazán hatása. Na, egy napi százaléke, megnézték, hogyha le tudjuk vinni a 4:1 alá, akkor látjátok a klinikai vizsgálatból, hogy a haladás mértéke drasztikusan csökkent, majdnem 70%-kal. Ez egy borzasztó kemény szám, mert ilyenre egy gyógyszer sem képes. A Framingham Heart Study. Ugye ez a vizsgálat 1948-ban kezdődött, egy amerikai, hát ottani kisvárosban elkezdték vizsgálni, hogy az életmód hogyan befolyásolja az életkilátásainkat. És vizsgálják azt, hogy milyen vérparaméterek, milyen vérkoleszterin szint, milyen vérnyomás, hogyan hat az egészségünkre. És amiért ezt föltettem, itt a lényeg. Megnézték ők is, hogyha a vörösvérsejtnek a sejthártyájában az omega 3 aránya 8% fölött van, az összes többi zsírsavhoz képest, akkor látjátok a számokat, hogy milyen mértékben csökkentek a különböző kórokok, ki a legegészségesebb országa, hát Svédország. És a svéd egészségprogram, amit én most képviselek, és ennek egy égköve, alapköve, ez a balance oil, amely egyensúlyt teremt a sejtjeinkben. Ebben három dolog van benne, nagyon különleges minőségű és mennyiségű omega zsírsavak, van benne polifenol és D3 vitamin. És akkor ezt beszéljük is, mert miért ez a három dolog van benne. Ugye a halaknak honnan van omega zsírsavuk? Az algákból, a mikroalgákból. Tehát úszik hal a tengerben, megeszi az algát. Az alga milyen? Az alga színes. Sárga alga, kék alga, zöld alga. Tehát van benne omega zsírsav, van benne polifenol, ez adja az algáknak a színét. Van benne D3 vitamin. Ezekkel zsíros halat enni. A három együtt jár a halban, mert a háromból
kiveszünk valamelyiket, a polifenolt, vagy a D3 vitamint, az omega-3 zsírsav nem fog működni. És a svédek ebben voltak zseniálisak, hogy rájöttek arra, hogy omega-3 mellett kell lenni polifenolnak, és kell lenni D3 vitaminnak, mert enélkül nem fog hatni, nem fog felszívódni, elbomlik, és nem úgy nem használ nekünk, hanem pontosan még károk is fog keletkezni. Ha jól tudom, most 11 ezer beteg fölött tartunk már, akik ezt szedik és használják. Nagyon csodás visszajelzéseink vannak. Sajnos, hogy így kezdtem, emlékszetek rá, hogy ugye Magyarországon, Unióban ma csak a gyógyszer gyógyít. Ugye ez nem gyógyszer, azt nem mondhatom, hogy gyógyítunk, nem is mondom, nem mondom. De maradjunk annyiban, hogy ennyi páciensből már elképesztő, értékes visszajelzéseink vannak. Mindenki a meghívójához forduljon, tegyen fel kérdéseket, de tényleg ilyen katartikus élményeink vannak napi szinten. Orvosoktól is, akik már használják, hogy izületi gyulladásokban, depresszióban, alvásban, hangulatzavarokban, petefészek problémákban, csoda elképesztő változásokat hoz létre az életében. Erről beszéltem, korábban emlékeztek arra, hogy sajnos a gyulladással szemben a ereknek a belhártyája, az endotélium rendkívül érzékeny és könnyen megsérülnek. Ebben van egy DPA nevű omega-3 zsírsav, ami rendkívül ritka, általában nincs benne a halolaj kapszulákban, és ennek önmagában egy rendkívül agresszív védő hatása van az erek belhártyájára, hogy ne alakuljon ki az érben gyulladás, ergo ne jön létre érszűkület. Ez egy kuriózum. Ha vesztek bármilyen terméket a patikában vagy a drogériában, és rá van írva a hátuljára, hogy milyen zsírsavak vannak benne, ha a DPA nincs közte, akkor nagyjából nagy évben a kukába el lehet dobni, mert nem fog használni. És ez a lényeg, hogy amivel van egy ilyen balansz vértesztünk, ez nem a hit kérdése, hogy tessék elhinni, hogy önnek jó lesz. És ez a mérhetőség az orvoslásban borzasztóan fontos. És tessék megnézni, hogy hova jutottunk 3-4 hónap múlva. És nyilván fogsz érezni egyfajta könnyebbséget és egyfajta változást, de ez minden számít, ez lehet szihés is. De ott a vérvizsgálat mellette az döntő jelentőség. És látjátok, esetleg döntő többségében be fog állni az egyensúly. Ha az egyensúly beáll, akkor nagyon sok korképben egy ilyen drasztikus, javuló változást fogunk elérni. Hogyha kialakult az egyensúlya a sejtjeiden belül, akkor itt az a pajzs, és ebből csak két dolgot neked szeretnék kiemelni. Az egyik az X-Ten nevű tablettánk, ami benne nem az a poén, hogy vannak benne vitaminok, meg mikrotápanyagok, persze lenni kell, talán itt a K2 vitaminit lehet kiemelni, ami egy igazi kuriózum, és nagyon sok szakmai cikket olvastunk erről, hogy a K2 vitamin lelek rugalmasságát növeli, tehát kivonja a falából a kálciumot, és hát vannak olyan tradik, ahol azt is állították, hogy a csontritkulással szemben is tud védekezni, de a lényeg mégsem ez, ha a fitronutriensek, nagyon sok növényből, paradicsomból, paprikából, brokkoliból, mikroalgából, zöld tejából, céklából, amelyek mind benne vannak ebbe a tablettába, és még van benne beta-glükán is, ami egy nagyon komoly immunstimulátor. Nem csak azt teszi, hogy minket megvéd az infekciókkal szemben, hanem az immunsejtek érését olyan helyre viszi el, ahol minket véd a külső és a belső AGS-ekkel szemben is, gondolok itt mondjuk az infekcióra és a allergiára. Valaki fel tud menni egy weboldalra, de le fogom most írni. Ez a publikusmedicina.com, az amerikai kormány által fenntartott teljesen publikus orvosi portál, ott a világ összes kutatása fent van, és ha fölmész rá, és betud azt, hogy beta-glükán nyilván ikletetek nélkül, akkor közel 10 000 klinikai vizsgálat van fönt arról, hogy hogyan működik. A világ legjobb immun támogató szere, ami természetes. Sajnos te sem veszel naponta 5-ször zöldséget, ahogy én sem, és nem tudunk naponta mozogni 40 percet, le fog lassulni a bélmozgásunk. Ha lelassul, akkor a napi egy napból lesz 2 nap, meg 3 nap, meg 4 nap, míg bennünk pang a feldolgozott, vagy félig feldolgozott tápanyag. Ez nyilván, hogy gyulladást fog kiváltani, és sajnos egy karcinogén hatása is van. Most ezért fontosak a rostok, mert ha ezt megesszük,
és a vastagbélben kettőfajta hatásuk lesz. Egyik van egy mechanikai tisztításuk a bélfalnál, kettő pedig, hogy a belévő jótékony baktériumflóránknak van egy olyan típusa, ez képes ezt elmondani, fermentálni, mint a savanyúkáposztát, mint a kovászos uborkát, tehát fermentálják, elmondják, és két dolog fog keletkezni. Sajnos gázok is, ez a rosszabbik hír, de jobb hír az, hogy fognak keletkezni ilyen rövid szénláncos zsírsavak, például vajsav és társai. És a kiírás, látjátok, ennek a vajsavnak olyan elképesztő hatás van testünkben, és nem csak a bélrendszerre. Például az epesavak, nem tudjátok-e, hogy koleszterinből képződnek, és fokozza az epének, a vajsav, a koleszterin felvételét, ergo csökkenti a koleszterin szintet. Vagy például, aki cukorbeteg, akkor a nagy rosttartalmú táplálkozás, vagy a rostok, azok csökkentik, lassítják a cukor felszívódást, és a végén a legutolsó daganat ellenes hatás, ami számomra borzasztóan fontos, mert pici hazánkban levő emberek sajnos világ elsők. Világ elsők a vastagbélrákban. Magyarországon évente 5000 ember hal meg vastagbélrákban. Ennyien halnak meg, tehát többen vannak betegek, de ennyien halnak meg, és egy nagyon csúnya kórkép, nagyon komoly fájdalommal, egymás után következő műtétekkel, sztómával, amikor kiviszik a vastagbélt a betegnek az oldalára, amely az életminőségét drasztikusan csökkenti, és a kutya fáját nekie, hogy ezt egy rost evéssel meg lehetne előzni. A rostfogyasztás csökkenti a vastagbélrák kockázatát. Valóban nehéz testsúlyt tartani, nehéz stresszmentesen élni, nehéz jól táplálkozni, és milyen nagyszerű lenne, ha jól táplálkoznánk, nem idegeskednénk, és nem lennénk túlsúlyosak, de sajnos ez nem a valóság, ez nem a realitás. És ez nem az akkor, hogy más kell tennünk, és az egészségprogrammal ezt meg tudjuk tenni havonta 10-15 ezer forintból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Picikét ma este fáradt voltam, remélem, hogy ez nem nagyon zavart benneteket. Hosszú volt a mai nap. Én köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Szép estét, jó pénzt kívánok mindenkinek. Sziasztok!